Az 1-1-es döntetlen az ősz meglepetés csapata ellen semmiképpen sem kudarc. Szabados helyzete után a 16. percben derült ki egyértelműen, hogy Varga Zoltán elképzeléseit játékosai képesek megvalósítani, hiszen a védekezés mellett veszélyes ellentámadásokat vezettek Nicsenkóék. Igaz, Tököli helyzet kihasználása még nem illett bele a képbe, de a 38. percben Lengyel Ferenc elfeledtette csapattársa ügyetlenkedését. A már említett Tököli szöglete után Lengyel fejesét nem tudta hárítani Rácz, Nicsenkó közelsége igazából nem osztott és nem szorzott. A szünet után Nota az általa jól ismert Diósgyőri kapuban és az általa jól ismert Diósgyőri játékosok ellen előbb remekelt, kisebb lövését fogta, de 7 perccel a vége előtt megadta magát. Szabó Tibor lövése megpattant, Égeren így lett 1-1, és Búzás még a győzelmet is megszerezhette volna a hazaiak számára Egressi szöktetése után, de ekkorra Nota kiheverte az előbbi megrázkodtatást, így maradt az igazságosnak nevezhető döntetlen.